Nagyon sok szeretettel köszöntöm minden kedves nézőmet itt, Kent Abbas ismételten, és hogy tudom, a My Little Pony Game Loft legújabbik frissítésének. Tehát egy újabb idegölő verzióját, na majd mindjárt megbeszéljük, hogy miről van pontosan szó. Szóval a lényeg az, hogy legutóbb ott hagytam abba, hogy csináltam ugyebár egy videót arról, hogy megvettem a kalózokat, és azt mondta, hogy akkor fogunk jelentkezni, hogyha valami újdonság lesz. Na, természetesen, pardon, volt is újdonság, de mielőtt itt rátérnék az eventnek a részére, szeretném megmutatni, hogy mik jöttek be az elmúlt időszakban. Ugye már itt látható egy olyan fajta bundle, ahol meg lehetett venni ezt a háttér dekorációt, vagy nem tudom, hogy minek mondjam ezt a tájképet úgymond, és méghozzá Apple Pinky Pie-t, de természetesen mi a karakter az megvolt, ez csak a háttérkép, vagyis hát a tájkép, inkább úgy mondom, hogy tájkép lett volna az, ami járt volna, de hát hiába adta be, attól még nem tudtam megvenni, mert ugye már nekem hiányzott a karakter. Aztán bejöttek megint a retro karakterek, szóval 80% kedvezmény, 50 gem, retro Twilight Sparkle, 4500 forint, úgyhogy az kimaradt, 80% kedvezmény, 30 gem, retro fashion stand, Retroity, 4000 forint kimaradt. 70% kedvezmény, 20 gem, retro poster, retro fatörsáj, 3500 forint kimaradt. 70% kedvezmény, 20 gem, retro gitár, retro rainbow dash, 4500 forint kimaradt. 70% kedvezmény, 20 gem, retro boombox, retro Pinkie Pie, 3300 forint. Mondjuk még Pinkie Pie-t meg tudtam volna venni, de úgy döntöttem, hogy azt most kiadjam. Na, szóval ugye bár és az, hogy az előző event, a Congratulations, the present table in Periwinkle story is over, but don't you want it to be more adventure soon. You unspent game, your magic coins were converted into gems, 30 gemet kaptam, 133. helyen végeztem, úgyhogy csak azon a másik, meg a harmadik helyen végzőt, dolgokat kaptam meg. Pardon. Na, akkor lássuk csak a történetet, szóval, ugye azt mondtam a legutóbbi videómban, hogy kifelejtették ugyebár a Young Six-nek az úgymond felnőtt formáját, hát ilyenkor van az, hogy minek járatom én azt a nagy lepényleső számot, már nézést a kifejezését, de mindegy, szóval lássuk, hogy milyen újdonság jött be, tehát, what's new, dancing and dinner, the get you on a, ready for the Amity Ball and gain Pinkie Pie to victory in the Equestrian Super Chef Company, Sön in an all new set of time, limited time events. Szóval, ugyebár, ugye volt az a gála este, ugyebár a tanulók között a barátság iskolájában, a 9. évadban, de most mint kiderült, hogy arról csináltak úgymond egy eventet, és ez kötődik a felnőtt Young Six, pardon, felnőtt Young Six témájához, szóval nem tudom, hogy ennek mi közel ez hozzá történt ez, de hamarosan kiderül, aztán meg valami sütési verseny lesz Pinkie Pie számára, de azt közben meg tudtam a hivatalos oldalon, hogy itt ez két limited time story-ba van, tehát hogy két blitz történetbe van szedve, hát remélem, hogy azok nem akkor fognak jönni, amikor gondolom, na mindegy, szóval tovább, come one, come all, for future tense young six to present day catering, awesome staff. Now your chance to welcome one new crop of creatures to Ponyville. Na és akkor egy csomó új lényt fogadhatunk itt. Egyébként az a Ponyot baloldalt, ugye bár úgy néz ki, mintha Gordon Ramsay lenne. Szerintem biztos, hogy jól is alkották meg. Aztán ugyebár Valentin nap van, pontosan ma, amikor ez a felvétel kész, és láthatjátok egy csomó Valentin napi kedvezmény dekoráció van, és persze ehhez kötődő karakterek is vannak, vagy legalábbis amelyek rózsaszínnek néznek ki, úgymond. De hát ebből minden karakter megvan. Szóval akkor lássuk csak a szöveget, és már most mondom, hogy gyere Margit, hozd a szanaxot, mert az első szövegben megint ott van, hogy Twilight hercegnő. Na de, your majesty, princess Twilight, there's trouble, big trouble. Ugyebár itt van a felnőtt Silverstream, és azt mondja Twilightnak ugye bár, hogy nagyon nagy baj van. És itt van ugye bár Gallus is. Yes, geez, azt hiszem. Easily Silverstream, we don't know for sure it's big trouble yet. Nyugodjon meg, nem biztos, hogy
Nem tudjuk, hogy nagy bajról van szó most még. És még itt van ő, ugyebár Ocelos is. Well, it sure feels like big trouble. We can't find Yona or Sönbár or the other one anywhere. And also we are kind of having trouble remembering stuff about our friendship. Tehát, hogy hatalmas gond van, hogy nem találják se Sönbár, se Jonát, se senki mást. És mondom, ami a barátsága kapcsolatban van. Na tessék, és itt mondja Bál, nem érdekel ki, mit mond nekem, ő egy alternatív időbéli Twilight-nak számít. Szóval, that don't sound like trouble. Can you remember the last time you were all together? Na, hogy nem tűnik ez nagy bajnak, emlékeznek, hogy hol voltak még legutóbb? Sure, it was just last week or... No, wait, we haven't all been in one place since science back... When we are all friendship students, right? Like, right before the Emmy Tibor. Tehát azt mondja Gallus, hogy persze, hogy együtt voltak, vagyis hogy nem voltak együtt már egy ideje, legalábbis akkor, amikor ez a Emmy Tibor, nem tudom mi az, hogy Emmy Tibor az mit jelent, tehát hogy amikor ez a bál volt, már akkor nem voltak úgymond együtt. Yes, and but I asked Jonah to go with him and wait, did he? I'm pretty sure that happened, probably. Ah, this is so confusing. Ja, hogy ide már... Sönbár elmond, hogy valamit mondta, hogy a bár Jonának, és hogy... Vagy nem, hogy el akart mondani neki, vagy egyáltalán csinálta, hogy ez történt valahogy, és hogy ez zavaros. Ez kicsit nekem is zavaros, de mi egy... Hold on! Now that I think on it, didn't Lyra Hastings tell me to postpone the Emmy Tibor so it won't get in the way of a different party she was planning? Na, és ugyebár valamit mond itt Lyrával kapcsolatban, meg hogy ez a Emmy Tibor-ral kapcsolatban lehet, hogy ott megint valami, ugyebár tudjuk jól, hogy a pardon. Itt végül is nem tudom, mi történt, itt valami hiba lépett föl, mert én nem is csináltam itt semmit, hogy beraktam volna, de itt arról volt szó, hogy a time loop for every conversation send Lyra to break the news to Twilight Sparkle, tehát be kellett rakni Lyrát, hogy mondjon el mindent Twilight-nak. Hát nem tudom ez hogy történt, egyszerűen csak a játék úgy döntött, hogy megadja nekem ezt a küldetést. Volt. Na mindegy. Yeah, Lyra said she needed that date of true. What kind of party did she say it was again? Tehát, hogy Lyra mondott valamit, csak hogy nem tudja, hogy milyen partyról volt szó. Oh, a very private party that looks like the anniversary of your coronation celebrating by some ponies that look like they're from the future, but please don't come to it. Aha, szóval, hogy igen, ez a koronázási ceremónia, aki hasonlít rá, de nem lehet bemenni dolog, maradjunk ennyiben. Really? Yeah, that sounds not really at all, hogy komolyan, ez nem tűnik valami hihetőnek, vagy valami hasonló. Igen, nem tudom, ezt hogy nyomtam meg, de mindegy, szóval itt tartottam? Igen. I took so too, but Lyra was really convincing, so I ended up pushing the empty ball back a week. And wait, did I push it back a week? My head hurts. Pardon. Hogy most mi, hogy most visszatekert az időt egy héttel? What? Na ez az, ami nekem is zavaros. Wait, because I... Resulted the ball, Jonah could make it, could she? She had to go home for Snyderfest, nem tudom azt, hogy van hirtelen most, de which means she never showed up and everything turned out different. Aha, szóval, hogy, szóval valami olyasmiről van szó, hogy a visszavonta az egész bált, és Jona meg nem is jelent meg azon a bálon, és hanem a saját jakfesztiválján vett részt, valami ilyesmit mond. Na, szóval, bándülök. Ezúttal most végre normálisan csinált mindent a játékfejlesztő brigád, hát maradjunk annyiban, hogy nem pont úgy, de egyébként azt már lehet, hogy egyik videóban elmondtam, de különben a bandőrök fölött fönn vannak írva, hogy mit is tartalmaznak a karakterek nevei, de hogy mit is tartalmaznak a karakterekről, tehát hogy miket tudni róluk, de azt én nem szoktam néha mindig elolvasni, akkor elég, hogyha megveszem őket, vagy kirakom. Szóval, bandőrök, amelyek most már végre normálisak. 80% kedvezmény, 30 gem, Emity banners, és Future Silver Stream 3500 forint. És akkor ugyebár itt van a
Ilyen nagy bundle, ami 11 ezer forint volt, de hát nem így vettem meg ezzel a kollekcióval, hanem másképp. Ja, és akkor ugyebár megint erről van szó, hogy ilyen tap-tap-tap, üdögetős van, aztán, hát nem tudom, ez gondolom ugyanannyiba kerül, de mindegy, 30 gem, itt az a bundle, 30 gem, Emity Ball, Poster, Future Garros, 3300 forint, szintén ilyen bundle, 30 gem, pardon, Outdoor Spa, Future, Osseos 3000 forint kereken. El is megvan. Ja, és ez egy érdekesség, megint úgy beraktak, hogy most ha összegyűjtjük a kollekciós listát, akkor megkapjuk ugyebár azt a vaszatot, amely tartalmazza ugyebár Future Small Dirt, és akkor itt van ugyebár Future Silverstone, akit megvettem, ezeket lehet megszerni a játékban. Na várjunk, most akkor mi maradt ki? Nem maradt ki semmi. Megyünk akkor a játékba be. Szóval, nem örülök neki. Pardon. Igen, és a játék valamiért halk benne a zene, de az a legkevesebb, úgymond. Nem tudom, mit ez egy ilyen rossz hiba, úgymond. És akkor ezt kell csinálni, szóval micsoda? Temporal Cancellation, mindegy. Sent valahogy Sparkle to let DJ Pawn Sleek know to initiate a ball. Szóval be kell rakni, ugye találtad, hogy beszélni ugye bár DJ Pawn Sleek-vel. Megtörtént. Micsoda? Ja, hogy ez ide, oké. No one cares about it. Természetesen megyünk akkor az Ponyville-be, hogy kirakjuk a karaktereket. Hát, kérem szépen nem ide. Valahogy ez a úgynevezett jövőbéli Kentállóthoz nem fér oda. Bocsánat. Bocsánat. Ja, megint rossz. Miért nem dőlsz el? Miért nem csinálod? Miért nem csinálod? Miért nem csinálod? Játék! Na végre. Na jó, de hát ezt nem fogom megválni, hogyha senki nem várja, mennyibe kerül. Hú, csak egy gem. Tökéletes. Pillanat, most nem alkalmas. Majd utána megbeszéljük. Elnézést. Na. Hoppá. Bocsánat. Csak át akarom először venni a karaktereket. Jaj, menjél már innen. Pardon. Na csak ugyebár ez volt az előző ilyen új eventnek a dekoráció, vagy mit tudom én, mi ez, vagy ez a Future School of Friendship. Oké. Future Silverstein. It is hard to speculate on Silverstein's future, but we bet it's a life spent in harmony with the sky, the sea and every creature around her. Szóval nem lehet tudni ugyebár Silversteinnek a jövőjével kapcsolatban minden, de az biztos, hogy tele van harmóniával a ég is, meg a föld is, meg minden élőlények kapcsolatban. Oké. Future Ocelos. It is hard to speculate on Ocelos' future, but no matter what form she might take, we bet she's find peace and happiness. Szóval, nem lehet tudni semmit Ocelos jövőjével kapcsolatban, de, hogyha, de az biztos, hogyha bármit magára ölt, akkor az biztos, hogy bármilyen alkot ölt magára, akkor biztos, hogy megtalálja magában a békét és a boldogságot, vagy valami hasonló. Future Gallus, mondom, Future Gallus. It ain't all to speculate on Gallus' future, but it's a life of duty and trailblazing courage seems likely. Szóval nem lehet tudni semmit Gallus jövője kapcsolatban, de az biztos, hogy nagy bátorságra teszett, vagy valami hasonló dolog. Pardon, egyetlen egy dolgot nem néztem még meg emberek. A játékban az az, hogy hol néz ki Jonának a rucia. Hát, ez a, na ez a ruhával engem hagyjanak, ez fúj. Az a pomponlányos ruha, az biztos, hogy az menni fog, mert az mondjuk a kedvenc részem volt a egyik, úgy mondom, melyik menizé, tudjátok, hogy Rainbow Dash berakták, hogy csinálja valamit a pomp, hogy a szurkoló táborral
Na, megint beragadt a játék hangja. Ezt nem igaz, hogy nem verték ki. Megkaptam az 50 gemet, nem tudom, hogy szerintem jóna lett volna a jutalom, de hát mivel nekem már alapból megvan, ezért csak 50 gemet kaptam jutalmul. Szóval, yeah, without you at the amityból, I mean, the last of us had a good time, but after that, we just kinda drifted apart. That's what I'm starting to remember anyway. Na, szóval, hogy Jona nélkül baj, hogy nem tudják, hogy most Jona nélkül, ugye bár itt most bajba vannak. Maradjunk ennyiben, nem tudom pontosan miről van szó, szóval. I think something about Jona not coming to the ball. That did something to the past. And our memory is changing. It could mean that history is being rewritten as we speak. Jó, szóval, hogy tulajdonképpen itt Twilight elmondja, hogy valami történetett a múltban, ami minden megváltozott. Úgy kell, innen kell kiindulni. You three remember that day better than I do. You are the best ones to help fix it. I'd like to use one of Star's World old spell to send you back to just before the Amity Ball. Tehát most ugyebár arról van szó, amire gondolok, hogy most Twilight használja ugyebár Star's World egyik varázslatát, és ő hármukat visszaküldi a múltba. Tehát, úgymond, Silvestrimet, Galuszt, meg Ocelot. De egyébként jó, lehet, hogy izé olyan fajta varázslatot használ, de én még mindig azt mondom, hogy az a teória, mint a Dragon Ball Z esetében, hogy ez a fajta varázslat nem pont a múltba küldi őket, hanem egy alternatív múltba, abba az alternatív múltba, amit mi ismerünk. Mi ismerünk, és ez még a bosszúállók végjátékban is benne volt, hogy nem, hogy konkrétan időutazni nem úgy értendő, hogy tényleg visszamennek az időben, hanem hogy egy másik alternatív időségben kötnek ki. És én még mindig azt mondom, hogy ez a helyes megfogalmazás, kérem szépen, mert ezt nem ismerem, ezt az utolsó, és ezt az eventet is. Na mindegy, szóval. Maradjunk annyiban, hogy ez még mindig egy ilyen alternatív varázslatot használ. Szóval, all you'd have to do is, pardon, persuade past me and past reality to hold in on the original date. That way, Jonah will be able to come and history will be back to track. Tehát, hogy valamit mond ugye már rejtével kapcsolatban, meg úgy mond vele. Lehet, hogy vele, hogy arról van szó, hogy rá kell venniük ahogyan a múltban is, hogy beszéljenek ugyebár. Tehát, hogy meg kell csinálni azt, amit Jónával kellett tenni ugyebár ott az egész esemény, és akkor minden visszaáll normálisban. Yeah! Oh, mert yay! Oh, I am so excited! I never been on a time travel adventure before. What should I pack? I feel like I should pack for this. Ja, és ugye bár szilvesztém izgatott, mert még sose volt időutazás, sose volt időutazásban része, és most azt kérdezem, mit menjen föl? Yeah, I mean, my whole job desperation means I can't refuse a lawful order from a ring princess, but I told her be up for this anyway, count me in. Szóval, hogy még nem hagyta ugye bár zöld pozícióját, de hát, hogyha most ez a feladat, akkor visszatámítatnak rá. Same. I'm just not looking forward to convincing personality to reschedule a formal event. She always got kinda prickly in toy simulation. Szóval, hogy Oszlásznak sem tetszik ez az egész, tehát muszáj megcsinálni, szóval. I suppose that's true, but I'm sure you are all up to the task now. If you are ready for me to cast the spell, best of luck in the past and have fun. Jó, és akkor most ugye bár... Na igen, ezt tudjuk, hogy itt le kell győzni meg minden. És akkor itt vannak a boostok. Akkor mehet a harc. Ugye bár itt most arról van szó, megint ilyen izé... tappolós van. De viszont egy másik teória, ami most jutott eszembe, azt lehet azt mondani, hogy ebben a, hogy most lehet, hogy ebben az időségben történik valami változás, és azt lehet mondani, hogy most oké, okay, tehát hogy most itt tényleg időutazásról van szó, de különben
Különben nem tudom, emberek, szóval ez most egy kicsit zavaros nálam, hogy hogy lehetne erről egy teóriát kitalálni, de mindig megkaptam az első jutalmat, ami dekoráció. Na de, vissza a normális körülmények között. Yes, well, much as I hate to admit it, you three do make a convincing case for holding the fast look. I mean the amity ball on the origin date. Szóval, hogy ugyebár itt van az, hogy rejtő, hogy megkéri ő hármukat, hogy hajtsák végre ezt az egész dolgot a Amity Ball-a kapcsolatban. Great, I mean great, speaking as Ocelos, Gallus and Silverstreams older cousins, that means a lot to us. I imitate that, wow, we are right. Ja, szóval hogy úgy mutatják be, hogy a hármajoknak ugyebár egy ilyen öreg rokonjaik nagy számítanak, vagy mi. Yes, requestly, of course, since I have to re-reshoot all the vendors, I just finished reshooting, it'll be rather more busy than I expected. Szóval most, ja, most minden, elő kell minden készíteni a malinkonyiban. I'm sorry to say, Yona, but I just don't think I have the time to help you prepare for the Amity Ball, like with hope to. I know you were looking forward to it. Jó, szóval, hogy nem tudja, hogy... Szóval nem tudja, hogy hogyan fog ez neki menni, de mindent megtesznek azért, hogy hogy jön a remekül alkosa vagy mi. Tehát ebben az Amity Ballon. Jó, hogyha nagyon kíváncsiak vagytok, akkor használjátok a... Nem a Google fordítós, webfordítót. Na. What, but without fancy pony help, how will Yona act like pony at the pony dance? How will Yona be the best pony ball? Szig, hát az a soha, maybe Yona not even go to the ball. Ja, szóval, hogy igen, itt arról van szó, ahogy mondom, hogy Reti annyira nem biztos a dolgában, tehát akkor az előzőt megcsinálva, hogy nem biztos a dolgában, hogy menni fog ez az egész, és hát Yona pedig kérdő van, akkor hogy fogja ezt megcsinálni, így póni segítség nélkül, akkor most úgy dönt, hogy akkor visszamegy aki a Krisztánban, vagy mi. Oh no, it... Oh no. It won't matter if the Amity Ball is on the right date, if Yona doesn't have a, even show up to it. What we are supposed to do now? Ja, és akkor itt mondja azt, hogy izé, hogy jaj, ne, akkor most tényleg minden megtörténik, hogy Yona nem fog akkor megérni, mit csinálnak most? Well, if Reiti doesn't have time to help build up Yona's confidence, oh, I have an idea. Ja, szóval, hogy ha Reiti nem akarja megcsinálni, oh, van egy ötletem, tehát hogy szívesztének van egy ötlete. Hey, young girl, we have never met before. As your best friends, older cousins, maybe we can help you out if you wanna learn how to dance with not just the ponies. Ja, és akkor ugyebár, hogy majd Silvestrim elmondja, hogy a barátainak a idősebbik rokonjai, majd ők segíteni fognak ebben az egészben. Pardon. Kicsit fejlesztem ugyebár a ruhát. Szerintem ugyanazt fogok csinálni, emberek, ahogyan eddig is. Tulajdonképpen az azt jelenti, hogy... Ó, tényleg nem is néztem meg a ruhaszinteket. Azt még annyit megnézek, emberek. Ja. Itt ez 31, 55, 79, hát jó. Hát erre le fogom cserélni majd ezt a ruhát, mert ez a... Szerintem ez a ruha áll, szerintem a legjobban Jónán. Semmi más nincs olyan. Ja, butterfly tudom. Ja, és közben addig meg is mutatom, hogy mik vannak, mert már megint ugyanaz van, mint legutóbb is, hogy itt a főutom ugyebár, hát nem tudom, Yangtze's stained glass, tehát ez, mert dekoráció, brownista, nem tudom, az lehet, hogy ez lehet, hogy izé, az termelő, Amity Ball, hát ez dekorációnak látszik, macaron stall. Hát ez dekorációnak látszik, de lehet, hogy ez termelők, nem lehet tudni. És itt van a Future Sandbar, Future Yona, Community-ban meg egy ilyen gem termelő van, kicsit visszaestem, de nem baj, majd mindjárt megoldom.
Amint, hogy... Aj! Igen, de nekem nincs karakter, amit meg tudok itt venni most. Na, és akkor mennyi kéne hozzá? Jó, hát akkor igazából... Na, gyönyörű, szép volt Kenta. Jó, már csak pénz volt. Akkor is. Na, ezt még megcsinálom emberek, és akkor utána majd legközelebb onnan fogom folytatni, hogyha ha minden igaz, akkor itt most... Pardon. Kis koncentrálás. Ha minden igaz, akkor itt most ezek után szerintem most le kell, hogy álljak. Csak azért, mert... Pardon. Csak azért, mert már elég elcsúszott az és hogyha még van még hátra valami, akkor majd úgyis jelentkezni fogok. Szóval... Yeah, you're the best at pony dancing now, on way to becoming best pony pearl ever. But wait, Amity Ball has cooking too, right? Like making fancy pony lucky post? Ja, és akkor ugye hogy jön olyan, hogy végre tud, hogy végre ő is hogy részt tud venni ezen a fesztiválon, de hogy valamilyen sütésre is van szó. Mondja, oh, yeah, toys, well, speaking as your friends, older cousins, we are never... met any annoying anyone named Applejack and Pinkie Pie before, but maybe they could help you with cooking. Jó, szóval itt azt mondja, hogy a barátainak a idősebbik rokonjaihoz képest ugyebár mondanak olyan személyeket, akikkel nem találkoznak, hogy ott van Applejack meg Pinkie Pie, akik tudnak ebben segíteni. Good idea! Yona asked them right away and hey, it's something weird about what changeling just say. Tehát, hogy mondja, hogy remek ötlet, de furcsa ezt, amit ugyebár Ocelos mondott. Nope! Azt mondja, hogy nem, nincs, nem. Nem, hogy mi. Changing the subjects really quick, but maybe you should ask Applejack and Pinkie Pie if they can help you cook a traditional yak dish. I bet Sandbar would be into that. Ja, és akkor ugye már megkéri őket, hogy tehát, hogy azt javasolja Galusz, hogy mindenféleképpen beszéljen velük, hogyha azt akarja, hogy táncoljon Sandbar, vagy mi. Oh, Yona make three root stew, vagy mi. Extra fiber. Szóval megcsinálja. Good thing, but maybe something that's a little less of an acquired taste. My memory may be messed up right now, but I can still remember what that stew smelled like. Tehát, hogy mi lenne, hogyha megkóstolnák ezt, vagy valami. És úgy emlék, hogy nem nagyon emlékszik rá, de valami olyan rémlik, hogy... tehát, hogy emlékszik, hogy nem nagyon emlékszik rá, de valami rémlik, hogy milyen szaga volt, vagy mi. Oh, if... Fair point, you're not take into consideration. Na, és olyan, ugye bár egyetért. Jó, tudjátok, hogyha nagyon kíváncsiak vagytok, akkor nézzétek utána. Na jó. De gondolom itt eléggé... Pardon. De mit tudod is száll Applejack, amikor nincs is szárnya? Mészik szalikon? Na, még ennyit fejlesztek rajta, és akkor... Nem tudom, ez pardon, mi volt. Na mindegy emberek, szóval, hogyha lesz valami újdonság, tehát hogyha majd megint haladok a történetet, akkor majd újra jelentkezni fogok. Mindenesetre akkor én itt zárom le az egész fejezetet, és találkozunk majd a következő videóban. A sorozat jövőjéhez pedig pozitív hozzáállást és reménykedést kívánok, hogy eddig is mondtam, és ahogy régen is mondtam, meg most is, és még a jövőben is fogom mondani, külön minden Brón és Pegasitra testvérnek pedig Bruhuf és Viszlát.